Az eredeti kiírás szerint február első hetében rendezték volna az NB3 keleti csoportjának 20. fordulóját, amelyet azonban végül a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében már december első hétvégéjén lebonyolítottak. A bajnokság első fordulójában a Kisvárda 2-fölényes győzelmet aratott a sényőiek ellenében, akik így a visszavágás reményében fogadták a tabella 6. helyezettjét. Az első félidőben Jócsák Dávid 11-esből szerzett vezetést a hazaiaknak, a fordulást követően azonban a Kisvárda 2-fölénye góllá érett. Ezt követően a sényőiek megfogyatkoztak, a mindent eldöntő találatot ennek ellenére nekik sikerült megszerezniük a 69. percben. A Kisvárda nagy erőket mozgósította végén az egyenlítésért, a 3 pontot azonban végül otthon tartották a sényőiek. Megbeszéltük a fél idő a fiúkkal, hogy ugyanígy tovább mindent, mert meg voltunk tényleg elégedve a játékkal, az ellenfélnek nem nagyon voltak lehetőségei, viszont mi itt a szélső játékainkkal eléggé sok veszélyt okoztunk az ellenfél térfelén, aztán próbáltuk a második fél idő is erőltetni ezt, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy kijöttünk, ott sajnos 5 perc alatt egy kicsit idegesek voltunk, kapkodtunk, meg nem tudtunk felszabadítani, ugye voltak, jött a szokásos pontrugásbeli veszélyfutásunk, amiből gólt kaptunk, ugye. Hát az pedig ugye egy kiállítás az sajnos megint nem a mi malmunkra hajtotta a vizet, de óriási szív és csapatmunka árán pedig még így emberhátrányban is megszereztük a győzelmet. A sényű győztes gólt szerző játékos a Fabu Márton is elsősorban a csapat akarat erejét emelte ki. Mint mondta, a mérkőzés utolsó harmadában hősies védekezésre volt szükség. Nyugodtan aláírhatjuk, hogy ez egy megyei rangadóhoz méltó lezárása volt a fél évnek, vagy inkább már a tavasznak a kezdetének. Még egyszer óriási csapatmunka volt, csúsztunk, másztunk, ugye ember hátrányba kerültünk, onnantól kezdve viszont semmi más nem lehetett, csak az, hogy szűken beállunk, védekezünk és kontrázunk. A Kisvárda 2 vezetőedzője szerint csapata hozzáállásával és a helyzetek kialakításával nem volt probléma, a kellő koncentráció viszont hiányzott játékosaiból a döntő pillanatokban. A védekezésben is, és azt gondolom, hogy a mi általunk elkövetett hibákból kaptuk a gólokat, és természetesen a sok kapu előtti szituációkban, amiben nem sikerült gólt szereznünk, ez is a jó és a rossz döntéseken, illetve a technikai kivitelezésen múlott, hiszen talán 2-szer mi fejeltük ki a gólba tartó labdát az ellenfél gólvonalán, úgyhogy ezek így hatványozottan is közrejátszottak abból, hogy nem sikerült a pontot szereznünk. A forduló további eredményei a következők. Újpest 2, Tiszaújváros 1-1, DVTK 2, Deac 3-5, Füzesgyarmat Békés Csaba 2, 1-0, Tiszafüred Kazinc Barcika 1-5, DVSC 2, Hajdúszoboszló 2-3, Tája Eger 1-2, Salgó Tarján BKV Előre 1-3, Törökszent Miklós Jászberény 1-5 és Hidas Németi Putnok 0-0. A bajnokságot 53 ponttal a Kazinc Barcika vezeti, a Sényő a 9., még a Kisvárda 2 a 6. helyen vonul téli szünetre.